A szezon közepén, a kezdeti bemelegítések után egymást érik a komoly ranglista versenyek. A BIC egy új feladatot vállalt be, amikor gondozásába vette az eddig a BKV által rendezett Kővári Károly emlékversenyt, amely a Jóhajó nagydíjért zajlott. A Balatonfüredi Jachtklub rendezésében rendezzük most a Kővári Károly emlékversenyt, amit eddig a BKV Előre SC rendezett, de mivel időközben megszüntették sajnos a szakosztályunkat, így átkerült ez a szép hagyománya a BIC-be. Voltak olyan megértőek és rendesek, hogy folytatják ezt a nagyon szép hagyományt. Kővári Károly ugye egy nagyon híres klubalapító és egy nagyon neves vitorlás versenyző, nevelő, vezető volt, úgyhogy az ő emlékére tisztelgünk ezzel a versennyel. 3 napig tart a verseny, a mai napon szép időnk van, jó szelünk van, úgyhogy remélem a 3 futamot ma meg tudjuk csinálni, holnap még 2, így aztán az 5 hajóosztálynak, az olimpiai osztályoknak egy nagyon jó, reményeim szerint egy jó versenyt tudunk tartani. Bár néhány sztár hiányzott az Európa-bajnokság miatt, aki csak tudott, eljött, hiszen ez a verseny remek lehetőség a közelgő országos bajnokságra való felkészülésre. Nagy csatákat vívtak 470-ben a Téglás Krénusz és a Cetl Aklan párosok. Finn osztályban nagy volt a mezőny, hiszen juniortól a grandmasterig terjedtek a korosztályok. Felnőttben a Hajdu, Huszár, Pallai trió alkotta az élmezőnyt. Lézerben a 2 junior Tomai Balázs és Bakóczi Robert még az idősebb versenyzőket is verte az összesítésben. Lézer radiában Kaiser Kristóf dominált. A tehetséges versenyző egyébként siklóban már bajnok lett idén. Az olimpiai osztályokon kívül repülő Hollandiban indult 3 egység. Itt nehéz lesz lecsúszni a dobogóról. Amíg a verseny zajlott, a BIC egyik edzőjével beszélgettünk a sportág jövőjéről. A Balatonfüredi Jachtklub idén meghirdette a London 2012-es programot, és ebben a programban főként 470-es és lézerhajóosztályok radiál található. Olyan gondolkodásban, vagy olyan szellemiségben kell ezt a munkát folytatnunk, amiben teljesen a vitorlázásra összpontosul. Ez legyen a fő dolog a fiataloknak a gondolataiba, hogy csak ezzel foglalkozzanak. Ehhez meg kell teremtenünk az anyagi hátteret, meg kell teremtenünk a jövőbeni egzisztenciális hátterüket, tehát egy olyan építkezésnek kell elindulni, amire már lehet alapozni. Elindultunk egy úton, úgy érzem, hogy nagyon jó úton, és nagyon reménykedem benne, hogy ez a program ezt hosszú távon kitarthat, és akár több cikluson át is átívelhet. Ez a verseny generációk találkozója volt nagy nevekkel és feltörekvő fiatalokkal. De régi jó versenyzők vannak itt, olimpikonok többek között. Talán ha egyet kiemelhetek, a Fináci Gyurit, aki hát egy veterán versenyző immáron, de nagyon lelkesen és szép eredményeket elérve versenyzik még a mai napig is. Az üzleti célok és a sporttámogatás együttes megvalósulásának is kitűnő példája volt ez a verseny. Régi vágyunk teljesül ezzel, hogy egy olimpiai osztályoknak rendezett versenyt támogathatunk, ugyanis a cégünk forgalmazza a lézerhajókat, amik olimpiai osztályok. Foglalkozunk 470-esekkel, árbocokkal, rudazatokkal, kötélzettel, minden olyan dologgal, ami a versenyhajókhoz kell, és kerestünk egy olyan megjelenési lehetőséget, ahol ezeket a hajóosztályokat mi tudjuk támogatni és a versenyzésünkben segíteni. Na, úgy néz ki, hogy ez egy hagyományteremtő verseny lesz ez a Jóhajó nagydíj. A BIC-szel közösen hosszú távban gondolkodunk mind az ő versenyzők felkészítésében, mint pedig ennek a versenynek a rendezésében. Most pedig nézzük az eredményeket. 470-esben a Téglás Krénusz, FD-ben a Kis László Kis Gertrud páros nyert. Finn osztályban dr. Hajdu Balázs, lézerben pedig Tomai Balázs volt a leggyorsabb. Lézer radiában Kaiser Kristóf nyerte az IFI, és Hónik Kinga a női kategóriát.